A Magyar Dráma napján nyílt napra várták a Vörösmarty Színházba azokat a nézőket, akik kíváncsiak voltak, miként épül fel egy klasszikus darab a próba folyamatok során. Ezúttal Horváth Csaba rendezésében Móricz Zsigmond örökbecsű műve az Úri-Muri színházi adaptációjának próbájába tekinthettek bele. Az Úri-Muri a magyar irodalom egyik emblematikus története. Főhőse Kovács Tamás alakításában Szakmári Zoltán, a mintagazdasággal kísérletező földbirtokos, akinek újat akarása cselekvő energiája apránként málik szét szűkebb és tágabb környezete álló vizében. Házassága romokban, szeretőjét, a hamvas parasztlányt másfél éve rejtegeti a világ elől. Szorongatják a gondok, az adósság, a lelkiismeret furdalás, az értetlenség, az elmaradott kisvárosi közeg, míg nem feladja a harcot, és egy borgőzős, mulatós, maratoni Muri során megtalálja problémáira a végső megoldást. A lenyűgöző Móricz tabló a millenniumi idők vidéki Magyarországáról, a csörgő csulik veszett semmit tevéséről szól, középpontjában egy feloldhatatlan magánéleti konfliktussal. Móricz üzenete a regénnyel az is, hogy a magyar vidék még mindig ott tart, mint a 19. század végén, kihasználatlanul heverő kincsesbánya, amit csak értő kezekre vár. A darab premierje október 19-én lesz.